Tájékoztató a kerti zöld hulladék égetésének szabályairól. Németh György, a Beled önkormányzat közbiztonsági referense elmondta, a képviselőtestület 2015-ben hozott helyi rendelete szerint az avar és kerti hulladékot ünnepnap és vasárnap kivételével minden nap lehet égetni. A helyi rendeletet csak az országos tűzvédelmi szabályzat írja felül. 2015-ben a Beled önkormányzata, a képviselőtestülete pontosabban egy helyi rendeletet hozott létre, amiben kimondja azt, hogy a kerti hulladék, avar és kerti hulladékok égetését minden nap, kivéve ünnep és vasárnapon nem lehet végezni. Tehát nálunk hivatalosan minden nap lehetne égetni. Egy a lényeges, hogy a szomszéddal, illetve időjárási viszonyoknak megfelelően figyeljenek erre, tehát azért ne toljunk ki egymással, együtt lakunk, együtt élünk, azért ne azzal töltsük el az egész problémánkat, hogy folyamatosan egymásnak borsot törünk az orra alá. Ha lehet, akkor csak száraz, illetve olyan kerti hulladékot égessünk, ami nem, egészségre nem károsító. Tehát műanyagot, gumikat, ilyet szigorúan tilos. Tehát hiába van ez a rendelet, ezt nem szabad, hogy átlépjük. Az OTS felülírja, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülírja, illetve amikor kimondják, hogy országosan tűzvédelmi tilalom van, akkor tűzgyújtási tilalom van, az semmi esetre, tehát felülír mindent, és az a mérvadó. Olyankor sehol nem lehet égetni, se belterületen, se külterületen. Kis László, a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági referense elmondta, a Rába közben található összes önkormányzat meghozta a saját rendeletét, amivel leszabályozták, hogyan lehet az égetést elvégezni. Belterületen a növényi hulladék égetését a levegőtisztaságról szóló törvény szabályozza, amitől eltérést adhatnak az önkormányzati rendeletek. A területünkön lévő összes önkormányzat meghozta a saját rendeletét, amiben leszabályozták, hogy hogyan lehet ezt az égetést elvégezni. Az önkormányzat képviselő testülete hoz egy határozatot, hoz egy rendeletet, amit a lakosság megismerhet a saját polgármesteri hivatalában, illetve, hogyha valami probléma történik, vagy eltérést szeretnének kérni, akkor pedig a jegyzőt kell felkeresni ezzel a kérdéssel. Hogy alakultak a külterületi tüzek az elmúlt időszakban? Volt-e, kellett-e vonulni, hogyha probléma volt? Az elmúlt évben szabadtéri tüzek kapcsán elmondható, hogy 40-et meghaladó szabadtéri tüzünk volt. Ezzel szemben az idei évben, az első negyed évben összesen 2 darab ilyen tüzünk volt, tehát jelentős csökkenést diagnosztizálhatunk. Illetve a külterületi tüzelésnél el kell mondanunk, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szabályozza ennek a tüzelésnek a mi bellétét, mindenképpen engedélyt kell kérni tőlünk, a katasztrófavédelmi kirendeltségtől, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóságtól. A kérelmezőnek egy kérelmet kell kitölteni, amit a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapjáról le tud tölteni, leírja, hogy hol szeretne égetni, milyen időszakban, 2 napot adhat meg, tehát egy napot, illetve egy pótnapot, hogyha az időjárás vagy bármi befolyásolná az ő égetését, beküldi hozzánk, itt kollégáink elbírálják, 5 napon belül ki fognak adni egy határozat, és ez alapján, a határozat alapján kell elvégezni az égetést, illetve felhívnám itt a figyelmet arra, hogy 10 hektárnál nagyobb területet nem lehet egyben elégetni, mindenképpen meg kell osztani, és természetesen az ide vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, akár az oltóanyag, akár az oltáshoz használatos kézi eszközöknek a szabályait be kell, hogy tartsuk, a helyszínen ott kell tartani, illetve itt sem szabad a tüzet egyedül hagyni, figyelni kell az időjárás változó körülményeire. Köszönöm. Köszönöm szépen.